Május végével és június beköszöntével egyetemben a nyár is már a küszöbön áll. A városok, községek és falvak lakói ilyenkor a szabadban töltenek el minél több időt. Ilyenkor tartják a gyermeknapokat is, valamint néhány falunapot is. Bonyhád Majoson sem volt ez másképp, ahol a családi és gyermeknapot rendezték. A gyerekek és szüleik a majosi sporttelepen gyűltek össze, hogy együtt legyenek és szórakozzanak. A rendezvényen részt vett Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya, aki kiemelte, büszke arra, hogy évtizedek óta a majosiak tartják ezt a rendezvényt. Nagyon sok éve már, talán 25 is, hogy egy nagyon szép hagyomány elkezdődött. Akkor itt a majosiak, családok, barátok fogtak össze, hogy legyen egy gyereknap itt Majoson a sporttelepen. Az akkori önkormányzati képviselő ezt összefogta, és azóta is ez a szép hagyomány megmaradt. A mostani képviselőnk, Sárkás Szabolcs, aki Majoson az önkormányzatot képviseli, gyakorlatilag ugyanazokkal a családokkal, barátokkal és nagyon sok önkéntes segítővel szervezték meg a mai napot. Talán annyival másabb ez az idei rendezvény, hiszen az önkormányzat külön még egy városi gyermeknapot nem rendez, nem is lenne értelme, hiszen jól kitalálták, jól összefogtak, egy nagyszerű kezdeményezés mögé álltunk be, mi maga a városi önkormányzat. Anyagi támogatással idén jobb helyzetben voltunk, mert pályázatok útján is tudtuk segíteni a rendezvényt. A családi és gyermeknapon részt vett a majosiak önkormányzati képviselője Sárkány Szabolcs is. A képviselő megerősítette a polgármester szavait, és hozzátette, azért fontos a majosiaknak ez a nap, mert még azok a családok is visszatérnek ünnepelni régi barátaikkal, akik már korábban elköltöztek a településről. Nekünk azért fontos ez a rendezvény, mert ennek a hagyománya ez 1993-ban volt a legelső, és jelen pillanatban 2019-et írunk. Ezt a majosi polgárok kezdték el ezt a rendezvényt, és a hosszú évek alatt kialakult egy ilyen széles, rétegeket felölelő, jókedvű gyereknap. Ez nekünk itt Majoson egy falunap is, félig meddig, ami összehozza a barátokat, a családokat, akik innen a faluból elszármaztak. És ez egy ilyen biztos pont, június első szombatja, a majosi gyereknap. A rendezvény fő eseménye azonban a gyerekek szórakoztatása mellett egy rekorddöntés volt. Korábban Bonyhád városa tartotta a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját. Azonban idén, februárban megfosztották őket ettől a csúcstól, így a bonyhádiak kísérletet tettek arra, hogy visszahódítsák a leghosszabb palacsinta rekordját. A sportpálya közepén felállítottak egy sátrat, ahol a palacsinta tésztákat sütötték. A másik asztalon pedig tekerték és kakaóval ízesítették a tésztákat. A rekordkísérletben részt vett Sági Szilárd szakács is, aki azt mondta, fontos számára a gyermekétkeztetés, ezért is vállalt szerepet ebben a kísérletben. Tavaly már ezt a rekordot egyébként felállítottuk, akkor azt hiszem, hogy ilyen 260 méter körüli palacsintát hoztunk össze, palacsinta kígyót, de aztán rögtön megdöntötték rá egy-két hétre, Salgó-Tarján környékén, úgyhogy nem hagytuk annyiban, ezért idén arra készülünk, hogy ilyen 300 fölé menjünk. Szigorú szabályok vannak, tehát 5-re végeznünk kell, úgyhogy egy kicsit most azért pörgök ennyire, mert fogok még visszamenni és dolgozni, csavarni, csűrni a palacsintákat, azért tudni kell, hogy közel 3000 palacsinta készült el. A palacsinta kígyó szabályosságát szinte folyamatosan ellenőrizte a magyar rekordok elnöke, Sebestyén István. A leghosszabb palacsinta kígyó birtokosa Salgó-Tarján volt korábban. A magyar rekordok elnöke ott volt a salgó-tarjáni rekordkísérleten is, és a Bonyhádin is. Az elnök azt mondja, számos olyan kitétel van, aminek meg kell feleljen a rengeteg palacsinta. Pillanatilag 270 méter a leghosszabb palacsinta kígyó. Az előzetes tervek arról szólnak, hogy itt messze túlszárnyalják majd a 300 métert. Nagyon reméljük, hogy sikerül ez nekik. Ahogy hallottam, ők szeretnék 17 órára befejezni ezt a palacsinta kígyót. Az asztal, amelyen kiterítették, a terveik szerint 8 menetben, ebből itt hátunk mögött most már 7 és felett látunk is, 39,4 méter hosszú, tehát nagyjából valamivel több mint 300 méter lesz a kígyó, ha elkészül. Nyilvánvaló, hogy a hitelesítés a mérés előtt azt ellenőrizni fogjuk, hogy ennek a palacsintakígyónak összefüggőnek, egybefüggően összetekertnek kell lenni, a töltelék nem folyhat ki. Ha netalántán mégis ilyen sérülés van ezen a kígyón, akkor természetesen még a mérés előtt van lehetőség a csapatnak javítani és befoltozni a réseket.
A leghosszabb palacsinta rekordja megdőlt a majusi gyermeknapon. A bonyhádiak 350 méterrel visszavették a Salgótarjániaktól a leghosszabb palacsinta kígyó rekordját.